Óbecse Község Sportszövetsége a Becsei Kosárlabda Klub együttműködésével hétfőn és kedden megtartotta a községi iskolai kosárlabda versenyt általános és középiskolások számára férfi és női kategóriában. Ami az általános iskolásokat illeti, a Sztrápko-Glozsánszki általános iskolából és a Szever-Gyurkics általános iskolából mindössze két csapat vett részt mindkét versenyen, és a győzelmet a Sztrápko-Glozsánszki férfi és női csapatai szerezték. Meg. A fiúk 13-11-re, míg a lányok valamivel meggyőzőbbek voltak, 31-10-re nyertek. Az idősebbek, azaz középiskolások közül a fiúk között idén a közgazdasági kereskedelmi iskola kosarasai lettek a legjobbak. A második helyen a gimnázium, míg a harmadik helyen a műszaki iskola diákjai végeztek. Az iskolában az órákon a tanterv szerint dolgozunk, az eredmény pedig a tehetségnek és a privát edzésekre járó diákoknak köszönhető. Mi toborozzuk őket, néhány edzést tartunk, hogy összeszokjanak, mint csapat, aztán ők a pályán megvalósítják az eredményt. Az idei évben is tavaly is szerencsénk volt, mert vannak olyan diákjaink, akik szépen kosaraznak. Ezen kívül nagyon jó futballistáink is vannak. A gimnáziumnak és a műszaki iskolának ugyancsak jó csapatai vannak, de ma mi jobbak voltunk a kosárlabdában. Legközelebb pedig majd ők lesznek jobbak valami más sportágban. A lányoknál csak a közgazdasági kereskedelmi iskola és a gimnázium csapatai vettek részt. Ezen a mérkőzésen a győzelmet a gimis lányok szerezték meg. Az iskolai sportok és az ilyen jellegű versenyek célja, hogy a gyerekeket sportolásra, egészséges szokások elsajátítására ösztönözzék, hogy a tanulók szocializálódjanak, tapasztalatot cseréljenek a más iskolákból érkezett társaikkal, hangsúlyozta Óbecse Község Sportszövetségének szakmunkatársa. Elégedett vagyok a községi versenyek lebonyolításával, de hozzá kell tennem, hogy arra számítottunk, hogy az általános iskolák esetében több csapat benevez majd. Nem tudom, mi az oka ennek, de remélem, hogy jövőre ez másként lesz. Ami a középiskolákat illeti, itt a létszám kielégítő volt, mint mindig. Csupán egyetlen lánycsapat hiányzott a műszaki iskolából. Véleményem szerint a torna korrektül lezajlott, és biztos vagyok abban, hogy azok a csapatok, akik majd tovább jutnak a körzeti versenyre, amit Újvidéken tartanak, méltóképpen fogják képviselni községünket. Az iskolai községi kosárlabda verseny szerepel a Szerbiai Sportszövetség iskolai sportágainak rendes programjában. E verseny után a jövő héten várhatóan a röplabdázó lányok és fiúk lépnek majd a sportközpont parkettájára.